2016-ban ugyan kevesebb, mint 900 tárgyal kellett foglalkoznia a polgári jogvédőnek, ez azonban korán sem tükrözi a bejelentések valódi számát, mondta el az ülésen Zorán Pavlovic. Zbog toga sam doneo odluku da se sva obraćanja građana našoj instituciji moraju evidentirati. Obratili smo se nadležnoj službi koja dozvoljava otvaranje novih evidencija, tako da konstatujemo da je samo u prva tri mjeseca ove godine instituciji ombudsmana se obratilo preko 350 građana. A polgári jogvédő jelentése rámutat a kisebbségi nyelvhasználatban előforduló problémákra is, valamint ezekre megoldásokat is feltüntet, mondta el Erdély Lenke. A VMS tartományi frakció vezetője elmondta, a Vajdasági Magyar Szövetség többek között ezért is támogatja az Zorán Pavlovic ombudsman jelentését. Azokban az intézményekben, ahol szükség van a kisebbségi nyelv használatára, ott olyan munkaerőket helyezzünk el, vagy helyezzenek el, akik ismerik ezeket a nyelveket. Tulajdonképpen itt a részarányos foglalkoztatás megoldásával, amit a kisebbségi akcióterv is előirányoz, erre mód nyílik. Az Alternatíva a Vajdaságért koalíció szerint a jelentésnek több olyan pontja is van, amelyekkel kiemeltebben kellene foglalkozni. A Szerb Radikális Párt nem támogatta a jelentést, az Elég Volt mozgalom képviselői pedig bojkottálták a mai parlamenti ülést. Namera nam je da sednici prisustvujemo, ali da u diskusiji ne učestvujemo. Razlog našeg nezadovoljstva je opšte stanje u društvu i odnos institucija koje to stanje ignorišu. A tartományi polgári jogvédő az ülésen ismertette az idei évre vonatkozó terveket is, amely szerint a polgári jogvédő intézménye az idén egy a migráns helyzet kérdéseivel foglalkozó nemzetközi tanácskozás megszervezését is magára vállalta, valamint tájékoztatási értekezleteket is tartanak majd a tartományi képviselők számára.